A kutatásaimnak a középpontjában az a kérdés áll, hogy lehet-e és milyen módon lehet a bíróságokat kritizálni, a bírói döntéseket bírálni, hiszen kiinduló pontként elfogadhatjuk, hogy egy szabad társadalomban mindenkinek joga van ahhoz, hogy akár bírói döntésekről is vélemény nyilvánítson. Az érdekes kérdés az, hogy hol húzódik meg a határ a véleménynyilvánítás között, ami mindenkinek a szabadságába tartozik, és jó is, hogy gyakoroljuk, és aközött, mikor egy politikai erő vagy egy kormányzat meg nem engedett befolyást akar gyakorolni, amikor mondjuk fenyegetően lép fel, amikor fenyegetésként is lehet akár értelmezni a bíróságokkal szemben megfogalmazott kritikát. Erre a kérdésre kerestem választ, illetve arra, hogy a bíróságok az ilyenfajta nyomásgyakorlással szemben, ha van ilyen, akkor mennyire ellenállóak, mitől függ az, hogy mennyire képesek megőrizni a függetlenségüket, az önállóságukat a döntéseikben, ami kulcsfontosságú, hiszen mindenki, aki a bíróságra megy, az azt várja el, hogy az ügyében elfogulatlanul döntsenek a bírók, pártatlanul, és csak a jog alapján. Ez a probléma, és a kutatáshoz úgy jutottam el, hogy én 2000 és 2005 között magam is bíróként dolgoztam, így érzékeny vagyok a bírósági ítéletek, a bírói gyakorlattal kapcsolatos problémák iránt, és az elmúlt majdnem 20 évben ezeket a kérdéseket vizsgáltam többféle szempontból. A mostani kutatásra az adott lehetőséget, hogy elnyertünk egy ott a kutatási pályázatot, ami általában azt kutatta, hogy mennyire ellenállóak, mennyire alkalmazkodó képesek a különböző jogintézményeink a külső hatásokkal szemben. És ugye ebben én azt kutattam, hogy a politika változásai azok miképpen befolyásolják-e a bírói függetlenséget, hiszen a jogállamban ugye alapvető, hogy a jog uralkodik, a jog a törvény szájának tekinthetők a bíróságok, amelyek, akik kimondják a jog alapján az ítéletet. És azt vizsgáltam, azt néztem, hogy a elmúlt közel, vagy több mint egy évtizedben vajon a bíróságok hogyan reagáltak arra, amikor nagyon komoly, nagyon súlyos kritikák fogalmazódtak meg a működésükkel kapcsolatban. Többnyire olyan ügyekről van szó, amelyek érzékenyek valamilyen szempontból, akár politikai szempontból, akár a közösséget kavarják fel. Ugye például volt egy ügy 2013-ban, amikor egy egyébként magyar származású, ugye szlovák állampolgár, milliómos hölgy egy nagy autóbaleset okozott, amiben 4 magyar állampolgár elhunyt. És az ügye több ok miatt ugye óriási média érdeklődésre tartott számot. Először letartóztatásba helyezték, aztán onnan kiengedték, és erre politikai vezetők konkrétan Facebookon üzentek a bíróságnak, hogy milyen elvárásaik lennének, és mennyire felháborítja őket az, hogy valaki szabad lábra kerül az eljárás közben, aki ilyen súlyos bűncselekményt követett el. Tehát jellemző az utóbbi évtizedekben, és ezt vizsgáltam, hogy a média és a közhangulat az milyen befolyás gyakorol a bíróságokra, és amennyiben a politikai szereplők képesek hatni a médiára, képesek az indulatokat felkorbácsolni, akkor ez vajon megjelenik-e a bírói ítélkezésben. Hát ez a teljes kutatás, ennek egyik része az, hogyha sajtóban vagy más helyen megjelenik kritika, vagy akár támadásként értékelhető megnyilatkozás a bíróságokkal szemben, akkor arra, hogyan reagálnak a bírósági vezetők, milyen módon védik meg a saját szervezetüket, mivel ennek aztán hatása lehet arra, hogy az egyes ügyekben döntő bírók mennyire érzik magukat a szervezet által is megvédve. Összehasonlítottam két periódust, 2002 és 2010 között, milyen kritikák voltak a kormányzat részéről a bíróságokkal szemben,
és 2010 és 2012 és 2021 között is vizsgáltam. Megnéztem azt, hogy számszerűen politikusok, kormányzat részéről hányszor fogalmaztak meg negatív értékítéletet, tehát bírálatot, kritikát, illetve elvárásokat a bíróságokkal szemben, és ezeket mire alapozzák. És az volt a különbség, hogy míg 2010 előtt mindössze 8 év alatt 3 ilyet találtam, addig 12 és 21 között 18 darab ilyen megszólalás volt. Gyakorlatilag minden politikailag érzékeny ügyre esett egy komoly kormányzati szereplőtől elhangzó megnyilvánulás. Ezeket vizsgáltam, persze van egy számszerű része, hogy egyik esetben 3 volt, a másik idő intervallumban, ami közel olyan hosszú volt, pedig 6-szor annyi, illetve vizsgáltam azt is, hogy milyen stílusban nyilatkoztak, milyen módon nyilvánultak meg, milyen hangnemben tették ezt, és itt is nagyon jól lehetett látni azt, hogy a bíróságok felé irányuló kritika az egyre erőteljesebb megfogalmazást ölt, egyre komolyabb, egyre keményebb a hangnem a kormányzat részéről, és nagyon érdekes, hogy nem a kormányzat a saját céljait hangsúlyozza, hogy neki miért lenne érdeke ez az ilyen olyan ítélet, hanem mindig a nép szavára figyelve, hogy az átlagember ezt felháborítja. Például ugye volt ilyen a roma kisebbségek esetében is, hogy az elkülönítve történő iskoláztatásukért kártérítést kaptak a bíróságtól, és erre volt olyan ugye nagyon magas rangú kormányzati tisztviselő, aki azt mondta, hogy hát megérti a felháborodás, hogy itt egyesek munkanélkül akarnak valamilyen jövedelemhez jutni, és ez konkrétan a bírósági döntés kapcsán hangzott el. Vagy olyan is volt, olyan is elhangzott, hogy a kúria, ami a magyar bírói szervezet legfőbb szerve, hogy egy adott ügyben nem nőtt fel a feladatához intellektuálisan, vagy nem elég okos ahhoz, hogy átlássa azt a jogi kérdést, amihez hozzányúlt. Olyan is volt, hogy hát a bizonyos ügyekben a megszólaló politikus szerint a bíróságok azok túl enyhe ítéletet hoztak, és hát ezért érvényt kell szerezni annak, hogy elszámoltassuk őket. Tehát ugye ilyen volt a stílus, a hangnem, és akkor azt is vizsgáltam, hogy vajon a bírósági vezetők erre hogyan reagálnak, és azt találtam, hogy kezdetben komolyan keményen, 2012-től komolyan keményen elmondták azt, hogy a bíróságok függetlenek, a jog alapján döntenek, azonban később ezek a megszólalások a bírósági vezetők részéről egyre ritkábbak lettek, és egyre inkább ismerték el a jogát a kormányzatnak arra, hogy kritizálni lehessen a bíróságok döntését.